Köszöntöm Önöket itt a Turmixban. Nem sokára kiderül, hogy mi volt a tétje egy 2001-es középiskolai matematika versenynek. Bulizunk egyet a társalgó klubjával az egykori Mátra szállóban, és megnézzünk egy amatőr divat bemutatót is. Háromnapos borvigasságok visontán. A második napon helyi termelők borai versenyeztek. Már is mutatjuk, hogy milyen nedűk kaptak arany, ezüst, illetve bronzérmeket. Bornapokat tartottak a hétvégén Visontán. A háromnapos rendezvény második napján borkóstolással egybekötött díjátadást tartottak. Eddig minden évben megrendeztük a visontai bortermelők borversenyét. Gyakorlatilag az ez évben megrendezett, májusban megrendezett borverseny a 2000 évi terméseket, bor minőséget méretett meg. Ezért hirdettük meg, hogy megismerjük mi is, másrészt bevonjuk a termelőket, borkészítőket abba a versenybe, amely elősegítheti a még jobb borok készítését Visontán. A visontai gazdák borait tisztaság, szín, illat és íz alapján bírálták el. A beérkezett 47 borminta közül több kapott arany, ezüst és bronzérmet. Az idei év legjobb fehérbora Kecskés László sárga muskotája volt, a legjobb vörösbordíját pedig a visontai MGTS kapta. A díjátadást az idei újborkóstolással folytatták. A rendezvény célja az volt, hogy népszerűsítsék a visontai bort, és hogy ösztönözzék a gazdákat. Fennállásának 13. évfordulóját ünnepelte a Gyöngyösi Társalgó Klub 2001-ben. A társaság még egy bulit is tartott az egykori Mátra szállóban, ahol több mint 100-an érezték jól magukat az este folyamán. Még táncverseny is volt. Mátra Művelődési Központ, 3-as terem, szerda, 18 óra. Vannak, akiknek sokat mond ez az időpont, hisz a Gyöngyösi Társalkodó Klub tagjai minden héten itt találkoznak immár 13 éve. A klubvezető szerint a közel 70 tagnak abban segíthetnek, hogy megbeszélik gondjaikat, meghallgatják egymást és megosztják örömüket, bánatukat. Szerinte fontos a probléma megelőzése, mert akik ide járnak, egyedül maradtak és vágynak embertársaik segítségére. A mai rohanó világban nehéz meleg szívekre találni. Úgy tűnik, itt sikerült. Hogy mennyire van szükség egy ilyen klub létezésére, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Egri és Kazincbarcikai klub már megszűnt, és az ottani tagok érdeklődve figyelik a Gyöngyösi csoport programjait. Szinte ők szorgalmazták a bál szervezését, amelyet a hétvégén tartottak a Mátra szállóban, Erzsébet nap alkalmából. De a szórakozásra mindig van alkalom, vallja Tóth Istvánné. Mindig valami alkalmat keresünk, húsvét Jussi bálnak nevezzük, mindegy, hogy mi csak az embereket össze tudjuk fogni, és eljöjjenek, ne legyenek otthon, ne legyenek egyedül, ne legyenek magányosak, hanem egy társaságban legyenek, egy olyan helyen, ahol velük törődenek, ő velük foglalkoznak, és itt ők a fontosak, és itt ők érzik jól magukat. A jó hangulatot tombolahúzással, táncversennyel és bálkirály és bálkirálynő választással színesítették. Az est érdekessége, hogy volt egy vendég Kaliforniából, aki 40 év után látogatott haza és csatlakozott a klubhoz, hogy itt ünnepelje névnapját. És honnan tudott a rendezvényről? Az én barátnőm, az Ilike Tőzsérő ide tartozik ebbe a klubba, és azért jöttünk ide már ma este, hogy itt tartsuk a vacsoránkat, és hogy a társasággal együtt legyünk. A közel 150 vendég hajnal 5-ig mulatozott. A soron következő nagyszabású összejövetelük a karácsonyi ebéd lesz, amelyet már most nagyon várnak. Amatőr divat bemutató Gyöngyösen a hetes iskolában. Fiúk és lányok egyaránt végigvonultak a kifutón ismerőseik és családtagjaik előtt. Már is láthatják, hogy ki mennyire volt trendi és szexi. Az elmúlt hétvégén fergeteges divatbemutatónak adott otthont a Gyöngyösi 7-es számú általános iskola. A közel egy órás sót fiatal amatőr modellek prezentálták egy alapfokú modelltanfolyam elvégzése után. A ruhákat szponzorcégek biztosították, a bemutatón különböző öltözködési stílusok és anyagok kavalkádjával találkozhattak az érdeklődők. A sportruházattól elkezdve az aktuális divaton át a mennyasszonyi ruhákig minden látható volt. A szervezők elmondták,
Gyöngyös felé azért fordult az érdeklődésük, mert ebben a térségben nem működnek ügynökségek, amelyek felkarolnák a tehetséges modelljelölteket. Minden városban nagy érdeklődést mutattak, Gyöngyösen főleg, ez egy kiemelt város, nem tudom, hogy pontosan miért, de az első tanfolyam után egyből összejött a másik tanfolyam is, picivel kevesebb létszámmal, de elindult párhuzamosan, és tervezzük egy harmadikat is januártól. Tervei között szerepel egy közép, illetve felsőfokú tanfolyam beindítása is, amelyek után szintén divat bemutatót láthat majd a közönség. Két óra tömény matek a József Attila szakközépiskolában. 80 diák vett részt a novemberi matematika versenyen, aminek tétje többek között egy zsebszámológép volt. A városi szintű matematika versenyen több mint 80 tanuló vett részt. A diákoknak két óra állt rendelkezésükre, hogy megoldják a példákat. A feladatsor dr. Törcsvári Zsolt és dr. Tóth Zoltán a Szent István Egyetem Gyöngyösi Főiskolájának matematika oktatói állították össze. A feladatokat próbáltuk úgy összeállítani, hogy legyen közöttük könnyebb és nehezebb is. Ne legyen olyan hallgató vagy olyan diák, aki teljes sikertelenségre megy el a versenyről. Mindenki érezze azt, hogy legalább egy-két példát meg tudott oldani, illetve néhányhoz hozzá tudott fogni. A versenyt a József Attila szakközépiskola szervezte és támogatta. A rendezvénynek a tudásfelmérés mellett más célja is volt. Részben, hogy felmérjék, hogy hol állnak a matematika tudásokat tekintve. Részben, hogy megszeressék talán még jobban, hiszen azért valószínűleg azok vannak itt főleg, akik valamilyen szinten szeretnek matematikával foglalkozni. Mint a szervezőtök, Náb László tanárúrtól megtudtuk, a legjobbak pénzutalványt és zsebszámológépet tudhatnak majd magukénak. De hogy kik lesznek ezek, az a november 29-én rendezett gálaműsoron derül majd ki. Addig is a várakozásé és az izgalomé a főszerep. Memória, felolvasás és szövegértés. Angol szépkiejtési versenyt rendeztek a Berzsa Nagy János gimnáziumban. A helyszínre nem csak városi iskolákból érkeztek fiatalok. Az angol nyelvi képességeket mérő versenyeknek nagy hagyománya van a gyöngyösi Alma Materben. Az iskola angol nyelvi munkaközössége már a 80-as évektől szervez játékos megmérettetéseket. A rendezvény sikerét igazolja, hogy 5 városi és 6 gyöngyös környéki iskolából 135 diák nevezett a versenyre, ahol több feladatban mérhették össze képességeiket a tanulók. Két feladat van. Az első egy szabadon választott memoriter. Ezt ebből következik, kívülről kell elmondani ügyesen a vizsgabizottság előtt. Aztán pedig kapnak egy szöveget, amit a helyszínen fel kell olvasni hangosan, kifejezően, és ahhoz kapnak 3 kérdést, amely szövegértési feladat, vagy a szöveggel kapcsolatos gondolataikat kérdezi. A szervezők célja, hogy a gyerekeket motiválják az angol tanulásra, és lehetőséget kaphassanak a szereplésre. A tanárok tapasztalatokat cserélhetnek, és összemérhetik a tanítás hatékonyságát. A bátor résztvevők érdekes angol nyelvű könyvekkel, prospektusokkal lettek gazdagabbak. Ennyi volt mára a Turmix. Legközelebb 2 hét múlva, szintén a moziklip után várjuk majd Önöket egy kis multidézésre. Tartsanak velünk akkor is. Viszlát!